Jó estét kívánok! Kedves hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Békés Csabai Tavaszi Fesztivál záró rendezvényén, itt a Békés Megyei Könyvtárban. A Békés Megyei Könyvtár és Humánszolgáltató Centrumban, mint a Körös Irodalmi Társaság és a Bárka nevében a vendégünk Grecsó Krisztián, József Attila Díjas író, költő, kedves barátunk, a Bárka című folyamat szerkesztője, egy kicsit sípolunk. Bárka című folyamat szerkesztője volt, de munkásként továbbra is részt vesz a Bárka munkájában. És ezen az estén könyvbemutatót tartunk, Krisztiánnak a sorrendben 6. kötetét mutatjuk be, ami a 2. regénye. A Doktor Urak, illetve az Ördög Lugas, vagy hogy egészen pontosan fogalmazok, a Tánciskola című regény. Előközlések, vagy ez nagyon változatos címen jelentek meg, majd meg fogunk történni, hogy miért volt ez, hogy folyóiratokban ugyanez a szöveg többféle címen is már megjelent részleteiben. Nagyon friss, a könyv 25-én jött ki a nyomdából, valószínűleg még kevesen tudtuk olvasni, számomra is egy rendkívül friss olvasmány élmény. Amit lehet róla rögtön látni, hogy egy rendkívül kifinomult, gömbölyűre csiszolt prózáról van szó, nagyon finoman stilizált, rendkívül választékos a Krisztián korábbi prózáihoz képest is egy nagyon választékos szöveg, egy megható emberi történet, miközben egyben egy nagyon komoly emberi dráma is. A főhős Vojt József nevű, Dr. Vojt József nevű frissen végzett jogász, aki Feketevárosban élt korábban, ám de Tótvárosba költözött el, miután elvégezte az egyetemi tanulmányait. Tótvárosban, most félretéve a mindenféle narráció elméleti játékokat, hát felismerhetjük Békés Csabát, és az ő életének néhány hónapját meséli el, ez a kerek, egységes, lineárisan elmesélt történet. Tulajdonképpen ennek a fiúnak, aki az elején egy ilyen balfék igazából, 21-nehány éves, és még szűz, és különbözően idétlen, az ő férfivá érését meséli el, úgy, hogy párhuzamosan ez egyben tulajdonképpen egy Faust történet is, a másik főszereplő, a Szalma Lajos, a Vojt Józsefnek a nagybátyja, mutat neki a kispolgári, a hivatalokhoz kapcsolódó élettől különböző másik életmodellt, és tulajdonképpen arról a választási kényszerről szól ez a könyv, hogy van egy ember, akinek indul az élet, és el kell döntenie, hogy mi a számára, mondjuk így első olvasatban, vagy szó szerint értelemben, miközben van egy nagyon erős mitikus háttere, ugye egy Faust történetről van szó, a sátán az többféle szinten is megjelenik, hogy milyen módon, azt majd meg fogom kérdezni, és akkor, hogyha megengedik, akkor leülnék, és úgy folytatjuk. Gratulálok! Először is, ez egy nagyon-nagyon szép könyvről van szó. Itt láttuk, hogy sajnos nagyon hamar elfogytak a példányok, a Litera könyvesboltban fognak tudni belőle venni. Az első kérdésem pedig Békés Csabához kapcsolódna. Mert azt tudjuk, hogy másfél évvel ezelőtt elköltöztek Békés Csabáról, ám de a Tánciskola című regénynek a legjelentősebb helyszíne, ez a bizonyos Tótváros, amiben fel lehet ismerni Békés Csabát, a jellegzetes helyszínét. És a kérdésem pedig az, hogy milyen viszony fűz téged ehhez a városhoz? Megmondom azt is, hogy miért kérdezem, ugyanis egy nagyon-nagyon belsőséges hangulata van a Békés Csabai helyszín leírásoknak, egy olyan otthonosságot sugároz. Miközben igazából nem Békés Csabai származás vagy. Amikor Békés Csabai vissza, akkor haza érkezel, hogy hogyan viszonyulsz? Hát, akkor vágjunk bele. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, én is. Tibor itt nagyon profin felvezette a regényt, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Hát ugye jó részt majdnem mindenkit ismerek, legalábbis arcról. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, itt vannak. Hát, mondjuk a legaktuálisabb élményem az, hogy három kisböcs árán tudtam a Sétáló utcán végig jönni, mert mindig jött, szóval, hogy így a Muresanpét korlátomba például rögtön belefutottam, és akkor ugye azt jelentette, hogy azonnal egy obligált borozó látogatásba beleszaladtunk. Tehát nekem nagyon nagy, és ez nagyon jó érzés volt. Nyilván itt a könyvtárban duplán, bő 5 évig voltam ennek a könyvtárnak a munkatársa, és ez volt életem első munkahelye, tehát ilyen módon. Ez egyébként az Isten hozokban egy könyvtáros figurában már mondjuk fel is tűnik. Tehát ilyen módon nagyon kötődöm a városhoz, sőt ugye korábban 3 évig a tanítóképzőben, tehát 3 évig a tanítóképzőben jártam, akkor még 3 éves volt, és még volt tanítóképzés.
tehát gyakorlatilag semmi nem maradt abból, ami ott akkor volt sajnos. Úgy látszik egyébként, hogy Balsors, ahol én megjelenek, ott valamiféle Balsors útja a felsőoktatási intézményeket, mert itt sajnos, ami nem tudom, hogy miattam, de a tanítóképzést sajnos megszüntették. Még 3 évesen jártam Szegedre az egyetemre, amikor bejelentették, hogy akkor ez most így nem mehet tovább, és a József Attila nevet elveszik az egyetemtől, és ez nem így lesz az elkövetkezendőkben. Úgyhogy ez valahogy sikerült, de visszakanyarodva idám. Először nagyon fura és zárt volt ez a város, és nem értettem, hogy miért. És utólag azt hiszem, hogy később évekkel, amikor sikerült bizonyos falakat föltörni, akkor valami pici világos lett. Ha mondjuk arra gondolok, hogy mondjuk összehasonlítva a tapasztalatokat, ha mondjuk Budapesten 3-szor bemegy valaki egy kocsmába, negyedszerre tudni fogják, hogy mit akar. 3 után. Tehát 3-szor kis fröccsöt kér, negyedszerre bemegy, nem szok semmit, kap egy kis fröccsöt. Békés Csabán a borozóba 1 év kemény ívása után köszöntek vissza. Addig nem fogadták a köszönésem, és mindenkit előbb kiszolgáltak a pultnál, mint engem. És akkor mondtam a többieknek, menjetek már ki, kifizetem, csak én mindig a nehezen kerülök sorra. Tehát, hogy a kezdődött ezekkel, tehát mondjuk így azok a felületek, amik a hétköznapi ember, amit nagyon sokan találkozik. Akkor ugyanez az értelmiségi létben. Próbáltunk fiatalokat keresni, és először nem jöttünk rá, táncházakba kell járni, hogy ott sokakkal fogunk találkozni, és nagyon nehéz volt a mi generációkat, a fiatal felnőtteket megtalálni. Tele van a város középiskolával, és a fiatal felnőttek így atomizálódva, szétszóródva voltak a városban is, olyan nagyon magányosak voltunk, nem találtunk semmit, hogy hogyan lehetne ezt is felfejteni. És emlékszem, hogy egyszer az ifjúsági házban ültünk, és a feleségem későbbi főnöke, a Melinda, a Bartók középiskola igazgatója megkérdezte tőlünk, hogy ti tényleg Békés Csabára költöztetek, és miért? Mi volt az oka? És akkor elgondolkodtam, hogy valószínűleg a zártság az úgy működik, hogy nagyon kevesen jönnek ide tényleg. Tehát nagyon kevesen választják ezt a várost úgy, mint választott városokat. És így aztán az itteni értelmiségi réteg úgy ismeri egymást, hogy ismeri egymás szüleit is, valószínűleg azok is ismerték egymás szüleit, és azt mondjuk a vice ispáni, meg az ispánik fölfelé föl lehet vezetni. Vagy legalábbis majdnem, és ehhez jön még egyfajta nemzetiségi tudat, és még jön valamit, amit én a legjobban szeretek a városban. De cáfoljanak meg egyébként, végül is itthon vagyunk, tehát hogyha nem mondok igazat, akkor itt lehet cáfolni egyébként mindenütt másod, azt hazudok, amit akarok. De itt ugye nyilván itt nem, hogy a városnak van egy nagyon erős paraszti hagyomány, amit én borzasztóan szeretek benne. Mire gondolok? Nem csak a tárgyi sült készletre, mi szerint az összes barátom velük együtt, én is azóta és folyamatosan kolbászt gyúrunk, és ez Ambrus Zoltán barátunknak köszönhetően a kultúra része lett itt, és emiatt ismerik ezt a várost. Hanem minden, ami a paraszti kultúrkörhöz, akár a Tóth nagygazdák szemléletéhez tartozik, az valamilyen módon tovább öröklődött a városban. Gondolok itt egyfajta paraszti alázatra, meg öniróniára. Én még ilyen önmarcangoló, önirónikus értelmiséget sehol nem láttam, mint itt. Itt fordulhat elő házi bulikban csak az, hogy folyamatosan ez a fura, kicsit köldöknézős, kicsit önmarcangolós beszélgetés arról, hogy hol is vagyunk mi, mihez képest hol vagyunk, periféria ez a lét, vagy nem az. És ez az összes, tehát ahol mondjuk én táncházakban, Balkánban, akárhol föltűntem, ez egy állandó téma volt. És egy állandó ilyen, persze egy ilyen, mondom, önirónikus humorral állandóan átitatva, de ez mindig ott volt, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Mert én nagyon kevés ilyet látok. És szerintem nem, tehát hogy nagyon sokkal könnyebb úgy normálisnak maradni, ha van öniróniád, meg van humorod. És ezt a normális, azt úgy értem, hogy a hétköznapokban normális, vagy bármilyen szempontból normális. Ez a polgári kultúráktól, tehát a polgári gyökerektől egy picit ez idegen. Ott ugye az öntudat dominál. Itt meg valami különös önostorozás. Én már néha mondtam az itteni barátaimnak, hogy gyerekeket, már most úgy érzem magam, mint egy Csehov darabba. Tehát, hogy már ilyen a 3 nővérben voltunk, és folyamatosan azon borzongíroztunk, hogy Moszkvába kéne menni. De hogy nem már, hát beszélgessünk másról. Tehát, hogy ezt, és amit sajnálok, hogy sokszor fölhorgat lelkesedés, mert mondjuk 3 évek bor után fölhorgat a lelkesedés, és akkor rengeteg elszánás elindult. Mit kell tenni? Mit fogunk tenni Békés Csabáért, és hogyan?
Lehet, hogyha kevesebb bor után orkat volna ez föl, akkor ezt kiózanodva is elkezdjük csinálni, de valahogy mindig lelaggatta a lelkesedés. Minden esetre azt én ezt így éreztem, hogy, hogy talán ez lehet ennek a városnak a jövője, hogy van az emberekben ez az alázat. És hogyha van, akkor talán akarnak majd valamit, és nem lesznek olyan lusták, mint a barátaim és én. Remélem, hogy ők sem lesznek majd lusták, most én innen ostorozom őket. Miután ugye elköltöztél egy kis csokáról, hát szoktál nyilván visszajönni, meg tudom is, hogy szoktál. Ezt a fajta frusztráltságot, ezt ugye mondjuk otthonosnak érzed azóta, és egy nagyváros, mert Budapesten élsz, hát egy egészen más típusú környezetben. Ez egy torszkép, mert én most mindennek örülök. Tehát, hogyha itthon vagyok, annyira jó, hogy az tulajdonképpen mindenféleképpen jó, és ez meg már megint nem egy, tehát ez már nem egy objektív kép. Tehát ugye, ha már mindennek tudsz örülni, az nincs rendben. Azt észrevettem, hogy ez az önmarcangoló hozzáállás, ez mondjuk, ha voltam mostanában kevesebb ilyen házikulóba írtam el, akkor engem néha most egy picit azt mondja, gyerekek, hát próbáljuk ezt másképp újra fogalmazni, vagy beszéljük másról. De közben meg, hát a egész évben arra vártam, és most a legutóbbi kolbászúrás örült, jól sikerült. Bár az a baj, hogy most is kaptam, és Ambrózoli bátyámtól mindig kapok kolbászt, ami azért nagyon megalázó, mert megkóstolom, és a miénk annyival rosszabb, mint az övé, hogy akár évről évre radikális fejlődéssel haladunk előre, és mindig kevesebben rosszabb, mint az övé, de még mindig van egy ilyen nagyon, hát egy ilyen megtanulhatatlan, de nem tudom miért. Egyébként azt csak azt mondom zárójában, hogy nincs ez a kolbász mennyiség, amit Pesten ne tudnék eladni, már gondolkodtam, hogy ebből kéne élnem. Tehát, hogy ami egészen lelkesek a lapnál volt ez, hogy ki jön ide, és tulakodtak az újságírók, mert mindenki Békéscsabára akart jönni, mert itt akkor megkóstolhatja a kolbászt. Minden más vidék le van lejtve, tehát az bort lehet kapni bárhol, de hogy itt valamit elvihet. Mindenesetre azt én nem felejtem el soha, amikor az első ilyen alkalom volt, és hogy miért fontos ez, tehát ne vicceljük el, tehát hogy ez sokkal fontosabb. A dolog sokkal nehezebb önmagánál, tehát a jelentősége sokkal nagyobb. Az első alkalom, mert nyilván ez együtt jár a kolbászúrás nagyon erős pálinkázással, tehát ez úgy együtt működik a kettő. És a barátaimmal, ahogy gyúrtuk a kolbászt, mondjuk este felé már, amikor már ugye kicsit bizonytalanabb volt a környezet, előkerültek régi román, a szlovák történetek nagymamákról, a nagymamák történetei, egy mondat, egy mondóka, egy köszönés, egy olyan emberektől, akik nekem azelőtt, pedig évek óta, hosszú évek óta ismerik egymást, soha erre nem is hivatkoztak, valahogy nem került elő. De hogy a lélek legmélyéről akkor az ugyan nagyon erősen felszakadt. És azért mondom, tehát, hogy a dolog egyfajta, ez egy kulissza, én nem mondom, tehát ez csak egy díszlet, amit most mondjuk én kiemeltem, mint egy dolgot, de nem ez a fontos benne, hanem ad egy nagyon erős identitás, erősítő erőt. Tehát, hogy a dolog, mondom, tehát sokkal nehezebb önmagánál, és ez nekem nagyon fontos és nagyon tetszik, úgyhogy ezt nagyon kötelező módon azóta is tényleg nagy erővel. Tulajdonképpen már a regény világáról beszélünk, csak nem biztos, hogy mindenkinek feltűnt, mert hogy a főhősnek, a Vojt Józsefnek, aki ugye akkor költözik ide ebbe a városba, egy direkt módon ezzel meg kell küzdeni a falaknak a lebontásával, és ez az egyik út, nem a fő konfliktusa, de mondjuk az egyik fő konfliktusa. Konkrétan a regény koncepciójáról foglak kérdezni, csak előbb oldjuk már fel ezt a több cím, mert nem biztos, hogy mindenkinek világos volt, hogyan történt ez, és miért volt az, hogy több munkacímen is megismerhettük ezt a szöveget, mielőtt a nyomdába került volna. Hát én nem vagyok egy ilyen gyorsan dolgozó fajta, ezt is 3 évig írtam, ezt a könyvet. Az előzőt, az Isten hozott című regényt, azt a Miklai napló névvel már korábban. Igen, azt 4 évig. Mindenféle tévutakat bejárunk, állandóan botladozom. Minden esetre azt nem lehet csinálni, hogy az ember évekig dolgozik valamin, és annak nincs címe. Annak nincs elnevezve. Hát olyan, mint a gyerek, tehát ne legyen neve. Minden reggel korán odaülök, mellé dolgozok rajta, a más nem, mert sokszor nem megy egyébként, tehát van semmiképpen meg borzasztóan semmi erőm, akkor meg csiszolgatom a tegnapit, és az egésznek nincs valami neve, tehát semmilyen módon nincs megjelölve, szignózva. És én arra gondoltam, hogy találtam egy őrült jó címet, ez az őrült jó cím a Doktor Urak volt. Egyébként valószínűleg az lett volna a címe, ha a kiadó nem kezd el kekeckedni, hogy a Molnár Ferenc Doktor úr című darabjára túlságosan hasonlít a cím, ellenben a regénynek semmi köze Molnár Ferenc Doktor úr című darabjához. És nem kell.
kellen ezt, legyen valami másik cím, különben is, hát a Fausti motivum is föltűnik benne, hát akkor az ördög valamilyen módon jelenjen meg. Akkor egy darabig utána Ördöglugas volt a címe. Na most, én legbelül éreztem, hogy ez nekem nem igazi, mert olyan csinált ördög, mi? Akárkinek mondtam, háromszor visszakérdezett. Az már sose ezt is te találtad ki. Ezt is én adtam neki, de az még nem mindig nem volt az igazi. Aztán mikor megjelent az elmúlt évben a harmadik ördöggel kezdődő cím is, tehát a Karinti ördögkörcse után kijött még egy ördög, mit tudom én micsoda, meg Tandorinak volt az ördög lakatja, akkor úgy hűha, megnéztem, hogy hát tele vagyunk ördöggel, és igazából egyik se jó. És őszintén szólva, a Krasznolka és Sátán tangója óta a Megkísértő címben nem szerepelt jól, sőt szerintem előtte se. Tehát az egyetlen igazán jó cím az a Sátán tangó, semmi más módon ez nem betűthet föl. Úgyhogy elkezdtünk tovább gondolkodni, és hogy a történet az mégiscsak nagyon erősen egy beavatási szertartás. Ez ugye az archaikus közösségekben, mint ezt olvastam, megtanultam, ez egy egészen konkrét dolog volt. Egyébként a néptánc együttesekben is, tehát hogy még vannak közösségek, ahol ez nagyon konkrét, hanem van egy beavatási rítus. Ez az, ami egyébként a felnőtté válásban, a mostani modern társadalomban nincs. Tehát most gyakorlatilag, ha bekerülsz valahova, tehát mondjuk a Békésmegyeri Könyvtár dolgozó leszel, ami manapság ugye lehetetlen, csak kifelé lehet jönni, befelé nem, de hogy a mondjuk Bikó még lehetett és én ide kerültem, akkor a beavatási rítus az gyakorlatilag nem létező dolog. Minden hétköznap dől el, hogy a kollégákkal te hogyan tudsz boldogulni. Ezt mindjárt átéljük. Tehát egyszer csak kikerülünk vagy a középiskolából, vagy az egyetemről bárhonnan, és olyan generációkkal kell kapcsolatot teremtenünk, akikkel korábban gyakorlatilag soha, vagy pedig ha kellett, akkor szülőként vagy tanárként, akit alapvetően azért hát különösen kamaszként úgy bátran lehet hülyének nézni. És akkor az ugye, az még sincs rendjén. Tehát hogy a hirtelen egy nagyon új szituáció, miszerint ugye a hétköznapok ritmus elkezdődik, másik nagyon új az abban a helyzetben is, hogy olyan generációkkal találkozol, akikkel korábban nem. És ezt minden egyes kollégánál eldől, hogy fognak-e szeretni, vagy nem fognak szeretni. És ezen a hálón belül, ahova te kerültél, te hova fogsz kerülni, el tudod elfogadtatni magad, vagy nem tudod elfogadtatni magad. Ez majdnem fontosabb, mint bármi más, mert gyakorlatilag ugye, ha nem, akkor keresedsz új munkahelyet. Tehát, akkor az első kudarcod a felnőtté válásban rögtön megtörtént. Tehát akkor rögtön nem találtad a helyedet. És ez mindnyájunk, azt hiszem, mindnyájunk konfliktus, ami ezt mindnyájunk szerintem nagyon nehezen éljük meg, vagy én legalábbis nagyon nehezen éltem meg. És ennek van még egy oldala, egy különös felelősség, vagy egy ilyen különös teher. Hogy attól a pillanattól kezdve, hogy ezeknek a különös szakaszoknak, amit az iskolák jelentenek, vége van, és ez a szakasz kezdődik, csak a te felelősséget, hogy hogyan élsz. Senkire nem kenheted. Tehát arra, hogy megbuktattak, arra, hogy itt csak ide vettek föl, arra, hogy bármire lehet kenni bármit addig, és azt mondom, és ráadásul még ringathatod magad abba is, hogy nem baj, most ilyen, amilyen, borzasztó mélyen vagyok, de ennek vége lesz egyszer, és majd utána az lesz, hogy itt minden nappal ugyanaz van. Gyakorlatilag attól kezdve azt mondhatod, hogy én vagyok az egyetlen, aki egyik napról a másikra valamit változtatunk. És senki más se ebben nem se segít, hát valószínűleg azt végképp nem. De gyakorlatilag még csak utakat sem nagyon mutat. Vagy ha mutat, akkor meg arra mire mész? Hát ugye a másik habitusa, a másik kudarcai, a másik élményei, azok valószínűleg nem fognak neked segíteni. Tehát gyakorlatilag attól kezdve tényleg van egy ilyen, hogy ki kell alakítani ráadásul az életritmusodat és életstílusodat is, hogy te hogyan tudsz valamit egyáltalán földolgozni, vagy fölfogni. És én a 3 vagy 4 év után vettem észre azt a nagyon, ez borzasztó érzés volt, hogy valahogy ugyanazokból az élményekből, mintha valami drogfüggő lennék, egyre nagyobb dózis kell. Tehát, hogy ugyanannak kevésbé tudtam örülni. És akkor rájöttem, hogy valami nincs rendben. Tehát az miért nincs rendben, hogy tehát miért nem tudok annak örülni, ha itt megállok a sarkon, és akkor volt itt, nem tudom a nevét sajnos, volt itt egy idős bácsi, aki mindig irányította a forgalmat. És marha jó volt, mert egy ilyen kis közösségben nem bántották. A bácsi nem volt egészen kerek, nyilván gondolhatják, ha a forgalmat irányította. De marhára élveztem, és akkor vettem észre először, hogy valaminek megint tudok örülni, mikor láttam, hogy megállnak neki. Tehát, hogy irányíthatja tényleg. És akkor néztem a tájat, és ezt én nagyon szeretem meg akkor működött a malom is, nekem a kedvencem itt a Liget, ami sajnos hát ugye olyan állapotban van a milyenben, de azért legalább a zsidó temető most már azért nem olyan gazos, meg borzasztó. És ez, ugye itt van ez az elképesztően gyönyörű városi rész. Mondjuk nagyon szép idő, és miért nem tudsz ennek örülni? És
Én nem tudtam. És akkor észrevettem, hogy valami nincs rendben. Tehát, hogy valamit nem jól csinálok. Tehát ez mégsem megoldás, hogy a hazafelé halászár közben ugrok az ifjúsági házba, először egy unikumra, aztán kettőre. Akkor valami nem oké, tehát nyilván valamit akarok oldani, kompenzálni, hogyha nem tudom a hétköznapok ritmusát tartani, vagy a hétköznapoknak nem az, hogy ritmusát, egyszerűen nincs is felimbert a formája, semmi, akkor valamit csinálni kell. És akkor megpróbálkoztam, vagy próbáltam, és aztán én kétségbeesésemben nem tudtam más kitalálni, ez volt az egyetlen ötletem, mint hogy ugyanúgy lezártam egy korszakot, mint korábban. Ez sem megoldás. Tehát ez tulajdonképpen majd 5 év múlva megint elköltözöm. Tehát mire megszokom valahol, meg végre normális, meg végre működik, akkor megint tovább megyek. Tehát ugye ez sem lesz normális. Ellenben, mivel én nem tudtam semmi technikát kitalálni ezzel szemben, kénytelen volt, én ezt tudtam kitalálni. Tehát, hogy amikor kérdezik, hogy miért, mert ezért. A változások mindig dinamizál egyébként, ez egy ismert dolog. Egyébként a főhősnek is van, keresi a szabadság élményt, ezt lehet látni. Tehát amellett, hogy az ő férfi vágyérése, meg a beavatkozása történik, tulajdonképpen ott van mögötte az, hogy arra az a fajta hivatalnoki élet, az egy szabadsághiányos állapot számára. Ezt lehet látni. Azt, hogy ez hogyan történik, ez a férfi vágyérés, meg beavatkozás, ezt én nagyon finoman mondtam el én is, meg utána Krisztián is, de most pedig konkrétan is rá fogok kérdezni, mert hogy hát nem olyan veszélytelen. Tehát a piros 18-as karikát, hogyha olyan helyen dolgozik, lehet, hogy rá. Tettem volna, mert hogy itt arról van szó, hogy a Szalma Lajos nevű nagybácsi ezt a ilyen szűzfó lelkű ártatlan fiút egyrészt a drogozásba viszi bele, nem ilyen diszkós módon, hanem van ennek egy szakrális háttere, majd azt meg is kérlek, hogy erről mesélj egy kicsit. Egyrészt, másrészt pedig a regényben folyamatosan epizódokban, anekdotákban a szexuális elhajlásnak, mindenféle aberrációknak olyan színes tárháza. Azért nem olyan sok, tehát nem olyan sok. De sokféle. Mennyiségre nem sok, tényleg nem, tehát ez nem az Isten hozott, ez finom. Ez engem több helyen meglepett, pedig én szeretem az ilyen típusú szövegeket. De elkerekedett a szemem egy-egy helyen. Egyébként a borítón is itt látható egy növény, gondolom a Pedro kocsma lehet a háttérben, és akkor egy növény, ami feltűnően a Batkenderhez hasonlít, vagy arra hasonlít, hogy ez mi? Miért került ez? Hát itt gyakorlatilag megint kijön, ami szinte szerintem minden prózámban föltűnik, hogy van egy őrületes és gigászi apakomplexusom, és ez állandóan föltűnik egy idősebb férfi figurájában, aki valamilyen módon mintát ad, vagy tévutakra viszi a fiatalembert. Tehát, hogy ezt nagyon erősen állandóan működtetem, és nem azt hiszem, ki sem fogom tudni nőni. Most itt ebben a szituációban egy ilyen Don Quixote Sancho Panza-i szituációról beszélhetünk. Tehát ez a bohém sportfenomén, akinek derékbe törik a pályája, és mivel nem hajlandó a kompromisszumokat megkötni, ezért Békés Csabára kerül idegenként testnevelés tanárnak, valamilyen módon fölépít egy világot, amiben ő akkor is látja ezeket a csodákat, hogyha különféle ajzószerekkel nem él, de ráadásul még él is. Tehát, hogy ő úgy gondolja, hogy az ő életvitelében, és egyébként vannak ilyen társaink körülöttünk, egy ilyen misztikumot kell felnöveszteni a világ köré, és ez a világ csodásan elviselhető, és működik valahogyan. És ez már nem lokális dolog, tehát ez úgy általában mondom, tehát nem, most ez nem fontos, hogy hol van. Ez a fiatalember is szeretne ilyen lenni, ő is szeretné így habzsolni az életet, ő is szeretne ilyen nőfaló lenni, meg akármilyen lenni, de nem megy. Tehát nem tud mindenki hős lenni. Egyszerűen nem lehet mindenki alá elől. Ezt mondjuk, én azt, amikor először igazán ezt tapasztaltam, ott középiskolában nekünk is volt rockzenekarunk, gondolom, hát mindenkinek kötelező rock. Igazából az ember rockzenekarban szeretne ilyen első énekes lenni, nem író, hát ki akar író lenni. Körmölgetni hajnalba egy kis szobába, de hogy én írtam a számokat, de a barátomnak sokkal jobb hangja volt, és ő volt az énekes, és ő állt elől. És ő aratott le minden babért, miközben én írtam a számokat. Én mehet mindent ő itt. És akkor nem lehet mindenki, tehát nem tud mindenki a megfelelő. Tehát ugye ezeket a túlélési stratégiákat mindenkinek magának kell kitalálni. És ez a történet arról szól, hogy ez a fiatal ember hogyan találja meg a sajátját. Tehát így mondjuk nem.
És a számomra ez egy nagyon fontos történet, és szerintem megdöbbentően jó könyv, és őrületesen modern könyv a Don Quixote, őrületesen modern humora van, és azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag a posztmodern semmit ki nem talált, amit a Don Quixote-ba nem írt volna Cervantes. Tehát minden, abban benne van az önreflexió, benne van a minden, az összes ilyen szó, amivel hallgatóztatok. Ez egy jó szövege volt akkor ezek szerint ennek a regénynek a... Igen, egy kiinduló szövege volt mindenféleképpen, különösen ez a szituáció, legfőképpen ez a szituáció, hogyha én kispolgár maradok, mert nem tudok ilyen lenni, akkor nekem rossz ez a lét, vagy pedig éppen, hogy én vagyok normális, és nem akarok bolond lenni. És ez a fiú addig jut el, hogy nagyon erősen vágyik erre, hogy ő is szeretné a bohém lenni, ellenben aztán, amikor megtalálja saját útját, eljut oda, hogy azt mondja, hogy nem, éppen ellenkezőleg, nem akarok bolond lenni. Tehát én nem akarom a Don Quixote-i metaforával érve a szélmalmot másnak látni, mint ami. És nem a ő, mondjuk itt ilyen Békés Csabai csodák történnek, tehát mondjuk kiállnak a vasúti hídra, a vasúti gyaloghídra, ami Aminára visz, és akkor képzeletben a nagybácsi beutazza Magyarországot vonattal. És a fiatal ember mind végig ott áll a hídon. Ő nem utazza be. Akkor, amit tudom én, a permetezőből zenegép lesz, ezt egyszer vagy kétszer talán már föl is olvastam itt korábban. Ő nem hallja, hogy az lenne belőle, és a többi. Tehát ezek mind történnek, és ő próbálkozik. Egyszer, mikor ugyan nagyon erősen arra gondolom, hogy most ő is megpróbálja ezt valahogy magáévá tenni, akkor felelőtlenül vásárol magának egy biciklit, anélkül megnézni az árát, és kártyával fizet. És megkapja érte a büntetését. Tehát, amit az egyik csinál, nem tudja a másik. Tehát valahogy nem úgy jön ki, és én nem akarok közhelyekbe belecsúszni, amikor ilyen emberekkel találkozunk, akkor széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy bolondnak bolond a szerencséje. Mert gondolom, ezzel már mindenki találkozott. Tehát, hogy egyfelől valahogy ilyen problémák, vagy ilyesmi foglalkoztatott engem, hogy ez vajon lehet-e, vagy nem lehet, vagy mit lehet ezzel csinálni, mert láttam, hogy ez másképp gondolja, vagy másképp gondolkodik erről. Ez érdekes, mert miközben, hogyha jól értem, akkor a volt jött szót a fiatal főhőstőt egy ilyen Sancho Panzai figurának tekintett. Közben, tehát neki is vannak metafizikus élményei, nagyon is, mert hogy a Cervantest azt nem talán csak inkább a humorában vettem észre, de hát az teljesen egyértelmű, hogy a Fausttal párbeszédet kezdeményez. Ez a szöveg egészen konkrétan arról van szó, hogy sugallja is sokáig, hogy talán maga Szalma Lajos is egy ilyen ördögi figura számomra akkor bukott meg, vagy én akkor kezdtem nyalakodni, hogy ő nem lehet igazából. És hát amikor a fürdőszobájában a volt jött szó ilyen ajzókenőcsöt talál, ami akkor is segít, mikor nincs kedve, mert hogy azt tudjuk, hogy az ördögnek erre nincsen szüksége, sőt hétszer tudja egymás után, úgyhogy hogy akkor talán mégsem lehet az ördög. De a szöveg egyrészt szobaja, és másrészt pedig olyan élményei vannak, hogy tulajdonképpen magával talán a sátánnal beszélget egy furcsa körülmények között. Hogy ez miért volt számodra fontos a Fausti hagyomány? Valahogy nem tudtam másképp megfogalmazni ezeknek a hétköznapi szituációknak a lehetőségét, mikor nagyon nagyokat lehet bukni. Itt arra gondolok, mint ahogy a beavatódás sem történik meg velünk egy alkalommal. Tehát, hogy mondjuk nem avatnak föl bennünket felnőtté, és aztán elfogad bennünket a közösség vagy a munkahelyünk. Ugyanígy ezek a megkísértettségek sem történnek meg így, mint ahogy ebben a regényben. Mert ebben a regényben így fel van növve valóban egy ilyen dialógussá, egy ilyen metaforikus. Nem, itt ilyen finom. Tehát a mi életünkben nagyon finom világelfutást kérni fogunk öntől, valamint szituációk vannak. Szívességek után, kérések után, akármik után, amit nagyon könnyű magunkat becsapni és azt mondani, hogy ugyan már csak az történt, hogy meg csak ez volt, meg amaz volt. De valójában, hogy az objektás, igen, tehát hogy a tisztánlátásunk, ez már nem fog menni, tehát a tisztánlátásunk közben folyamatosan félrecsúszik, és nyilván észrehajlók, meg ilyenek, meg olyanok leszünk, ki ennyire, ki annyira. És ezeket az állapotokat egyszer csak mondjuk észre lehet venni, akkor mondjuk sokkal különösebb, vagy sokkal élesebb, ha mondjuk az orrod alá dörgölik. Ebből szempontból jó elköltözni, mert abban a pillanatban ugyanaz a közösség, akinek része volt, akkor abban rögtön az orrod alá dörgöli, hogyha úgy látja, hogy te mondjuk alkukba belementél, vagy igen mondtál ezekre az alkukra. Tehát egyfelől ezt a hétköznapi helyzetet valahogy nagyon így, tehát valahogy meg akartam mutatni. Másfelől ugyanezek a helyzetek föltűnnek ugyanilyen mitológikusan, tehát hogy
Az egész életünk ugyanúgy lejátszható, mint ahogy a mítoszokban föltűnik, az akkori mítoszokra gondolok, csak azért nem történnek annyira radikális dolgok. Tehát mondjuk az azért mondjuk ritkán történik meg, hogy az ember ne tudjon arról, hogy az édesapját öli meg, és aztán az édesanyját veszi a feleségül. Ez mondjuk ritkán van, és aztán maga után nyomoz, ez mondjuk nem. Ellenben apró árulások, apró félresiklások ugyanúgy benne vannak. Nyilván emiatt vannak ezek komplexusok elnevezve, emiatt vannak ilyen szituációk, amik állandóan föltűnnek. És ezeket állandóan használ is a pszichológia is, meg a hétköznapi élet is, ezeket a mitikus helyzeteket. Most ez a fiatalember például azt éli át, hogy apró árulásokkal, de nagyon finomakkal, nem figyelek oda, nem hallgatom meg, és ilyeneket ki nem csinál, mikor fáradt, elveszíti az apját. Nem annyira radikális mitikus helyzet, mint ami mondjuk történhet egy ilyen által mindenünk által ismert mítoszban, de tulajdonképpen ugyanaz, és ugyanúgy. És ezeket próbáltam meg egy kicsit sarkosabbra tenni, vagy egy kicsit jobban megmutatni, vagy ilyen módon tényleg... Nagyon tétett nap, igen. Igen, tehát nagyon metaforákba fölnövelni ezt, hogy valamilyen módon ezt én tudjam mutatni, hogy mi bánt engem ebben, vagy mit érzek el ezügyben. És egyfelől az ördög, másfelől ezek a különös mitikus terek és szituációk, amik mindnyájunkban így vannak. És legfőképpen, ami ebben föltűnik, ez a szülőkkel szembeni hálátlanság. Tehát nyilván egy olyan fiatal emberről van szó, aki annyira keresi magát, tehát be a nevelődési, késő nevelődési regényben, hogy arra már elfelejt figyelni, hogy esetleg ebben az új folyamatban, ebben az új felületek keresésében a régieket azért gondozni kell. És ezek tulajdonképpen így működnek, ezért kerültek ezek akár élesebb szituációk is bele a regénybe, hogy ezek olyan relációba kerülnek egymással. Miközben van a regény mögött egy ilyen tiszta mitikus minta, amit mondtál, azért én olvasatomban ennél is finomabb az ábrázolása, a helyzet ábrázolása a szövegnek, mert hogy azt azért megtudjuk, hogy az az élet, amit a Szalma Lajos, mondjuk mint egy ilyen kvázi gonosz vagy ördög felkínál, az sok szempontból de nem csak szabadabb, de értékesebb is, mint az a másik élet, az olvasó számára ez lejöhet. Ugye az a másik élet az a bizonyos hivatalnoki, az alpolgármesterrel tárgyalósa fogalmaz, hogy amikor meg... És nyilván részben azért is megy bele abban a másikban, mert érzi, hogy ha a harmadik szem kinyílik, akkor kap valami többet, értékesebbet. Nyilván saját magad számára is meg kellett fogalmaznod, hogy ez mindig egy nagyon komoly dilemma, ez egy örültjó kérdés. A harmadik szem az azt jelenti, hogy a nagybácsi mindig azt hangsúlyozza az unokaöccsének, hogy van az ember lelkében egy harmadik szem, amivel ezeket a bizonyos csodákat látja. De amíg ez a harmadik szem nem nyílik ki, addig ő ezekre vak lesz, tehát addig nem fogja ezeket látni. Na most itt ugye miről van szó? Tehát hogy ezt nagyon lényegében tapintottál, hogy elfogadjuk ezeket a társadalmi konvenciókat, hogy nem olyan karisták leszünk el, és akkor megpróbálunk asszimilálódni, és akkor ezügyben valamit. Én kellene nagyon azt merném magamról állítani, hogy én ezeket nem fogadtam el, mert az borzasztó őszintétlen lenne. Ellenben valaki meg azt mondja, hogy akkor megmaradok a társadalmon kívül, végül is úgy is valahogy el lehet lenni, tehát a minimális kompromisszumokat megkötöm, amennyi ahhoz, hogy egy lakást és egy valamit föl tudjak tartani, meg legyen. Egyébként viszont akár a fűvel, akármivel egy álomvilágban menekülök, és akkor az megvetem ezeket a hétköznapi kis hangyákat, akik itt rohangálnak, és én élem a kreatív, a igazi, ez a tényleg ilyen, ez a busztok óta, az a 60-as évekből levezethető szabadságomat, ami példátlan és sokkal mélyebb akár, értékesebb, és az én gondolati síkom az sokkal rétegzettebb, mint lehet egy ilyen bóci, aki reggel bemegy, este hazamegy, és akkor szerencsétlen ott húzza az igát. Én ezt azt tudtam, ez a reggel bemegy, este hazamegy, húzza az igát. Sőt, ugye nyilván azt is megismertem, hogy ezek a hatalmi játszmák hogyan működnek, vagy hogyan nem működnek. És akkor mit lehet ezzel kezdeni, vagy mit nem lehet kezdeni. Hogy őszinte legyek, most léptem egyet hátra az utóbbi időben, akkor azt mondtam, hogy jó, ez most már sok lesz. A Vojt József, tulajdonképpen ugye ő is keres erre egy választ, talán nem, a regényben nem ad egyértelmű választ erre. Másrészt pedig, tehát amellett, hogy lehet érezni, hogy egy ilyen típusú konfliktusa van neki,
Van egy külső tényező, tudnék az, hogy így a végére társat talál, vagy úgy tűnik, hogy talán társat fog találni maga mellé, mert hogy végig a regényben, ugye az elején egy szűz fiú, és hát mindenféle nők mellé csapódik mindenféle módon, és a végén pedig egy nyomorék lány mellett kötkész. Hogy hoztad létre ezeket a nő alapokat? Nagyon különbözőek egyébként, rendkívül hitelesek ezek az intim jelenetek, és sok ilyen extra magásnak éreztem. Hát igen, szerelmi, különböző szerelmi szállakat, mert több is van, vagy intim szállakat mondjuk. Talán nem mindegyikben szerelem. Igen, hát itt valóban egy mozgássérült lány mellett köt ki végül a főhős, és egyébként ugyanígy van egy krimiszerű szál is, tehát ezek a bizonyos dolgok összekap, tehát a nagybácsi szál, a jogászi vonal és az ottani barátok, és mind végül összekapcsolódik, és összeér egy kisebb csattanóban. Minden esetre akartam egy olyan szituációt, ez nem biztos, hogy olvasóként fontos egyébként, minden esetre azt, hogyha valaki mellett kikötünk, az néha jár áldozatokkal is. És ennek a fiúnak fölvállalni ezt a lányt különösen áldozatokkal jár, mert ő elindul ezen a pályán, és ő szeretne valami, hát nyilván, egy mindenféle hátránytómentes szituációba kerülni, különösen különös kulisszákkal rendelkező jogászvilágban, ahol mondjuk a megjelenés, meg a társadalmi konvenciók eléggé számítanak, ott szeretne nyilván valamilyen módon ennek megfelelni. De közben a belseje harcol ezzel az egésszel, és végül fölvállalja ezt a lányt, vagy legalábbis a regény körülbelül itt, és akkor itt már azért mindent nem mondok el, hogy mi történik. Én akartam, hogy dominánsan kiemeled azt, hogy a különböző kalandokon keresztül jut el a férfivé váláshoz. Ennek ellenére azt hiszem ez az első eset, hogy valamelyest azért az érzelmi részével tudtam foglalkozni, egészen konkrétan azzal, hogy hogyan vívódik ebben a fiúban a szerelem. És hogyan alakul ki egy szerelem, és annak milyen szituációi vannak. Én ezügyben nagyon ügyetlen voltam. Ez ugye a leggyakrabban, vagy talán a leggyakrabban megérdekelt regény szituáció, ezáltal a legelkoptatottabb is. Tehát nagyon-nagyon nehéz, különösen, hogyha valami egyszerűbb nyelvet akarsz, vagy hétköznapi szituációkat, igazi olyanná tenni, hogy az annak legyen. Tehát két ilyen dolog van, a gyilkosság és a szerelem, ez van nagyon erősen elkoptatva, amivel nagyon nehéz valamit kezdeni, úgyhogy az működjön. És én úgy érzem, hogy itt azért mégiscsak bármi is történik, vagy bármilyen kalandok is történnek, mégiscsak a szerelem a legfontosabb, ami ebben ennek a fiúnak az életében, ahogyan ezeket megteszi, vagy nem teszi meg. És ezáltal, hogyha van is valami, ami mondjuk fölborzolhat kedélyeket, az indokolhatatnak tűnhet, lévén, hogy miért ne, tehát hogy a fiatalember útkeresésébe hogy ne férne bele, hiszen megbotlik, ki nem botlik meg, tehát hogy a mindnyájunk életében vannak hibák, amikre mondjuk nem szívesen emlékezünk, vagy van aki nem is akar rá emlékezni. Én nem felejtem, az egyik középiskolai tanárom egyszer tett egy különös valamást, nagyon zárt asszony volt, és egyszer azt mondta, hogy felnőtt korában megtalálta a naplóját, beleolvasott, és dühösen, indulatosan elégette. Valószínűleg ugye nyilván nagyon nehéz volt szembesülni azokkal a vágyakkal, kétségekkel, hibákkal, amik akkor működnek bennünk, vagy ami akkor megtörténnek velünk. Most egy regénytől én legalábbis nem azt várom, hogy valamiféle mázat adjon, amit én akarok mondjuk akár magamról mutatni, vagy amit mutatunk magunkról, hát aztán ki kíváncsi, azt látom mindig. Tehát, hogy ebből a szempontból találom indokoltnak, hogyha vannak is botlások, azok akkor mondjuk föltűnnek, vagy egy másik nagyon fontos szempont, amit mondtam, hogy a szülőkkel szembeni érzéketlensége a fiúnak, hogy nem veszi észre, hogy a szülei, ha nagyon finoman is, de folyton segítséget kérnek tőle, és mint felnőtté vált embertől azt várják, hogy az új pozíciójának, vagy az új élethelyzetének megfelelően segítsen. És ezt ő nem teszi meg, sőt egyre mélyebbre kerül, és az édesapa a botlása utáni egyre mélyebb konfliktusban tulajdonképpen ő rakja fel az írapontot, mert azt a hibát, amivel az apja gyanúsítják, azt ő követi el az apja helyett. Tehát az is mondom, hogy ez is egy mitikus szituáció, és ezek azért gyakran előfordulnak. Különösen, ha arra gondolunk, mondjuk
itt egy olyan szituáció is van, hogy ezekben a kommunikációs gátban ő nem tud az apjával kibékülni, és nem tud az apjával helyre rázódni, és ezt valamilyen módon ezt megbeszélni. Ez azt hiszem, hogy sokan átéltük, vagy átéljük, akik már elvesztettük a valamelyik szülőnket, hogy megbeszéletlen, kibeszéletlen, tisztázatlan dolgok végtelen tömege, sajnos árulásuk is, sajnos hibák is, amiket akár egy mosolyra el lehetett volna intézni, azok mindben maradtak. És akkor ezeket akartam, hogy, és ezek ugye nagyon fontos helyzet, már abból a szempontból, hogy valahogy nagyon nehéz azt elviselni, hogyha mindig újabbat és újabbat kapunk, az élettől megyünk előre, amarról veszik el. Tehát, hogy mindig csak ugyanakkor a felület van, tehát, hogy haladunk előre, és jönnek az újak, amarról bamlanak le. És ezt őrült hoztam, tehát, hogy jöjjön az új, de maradjon a régi. Tehát az ne legyen már, hogy az eltűnik. Hova? Miért akar eltűnni? És ezt mondjuk én, bevallom őszintén, nyilván ebből a szempontból önéletrajzi a könyv, én nagyon nehezen értettem meg, hogy ha többet kapok egyik oldalról, akkor másik oldalról az elvárások is többek. Nekem ez nem ment. Vagy legalábbis nagyon nehezen, de azt hiszem, hogy sokan problémája ez. Ez a fajta rendezetlenség, amiről beszéltél korábban, az nagyon-nagyon jellemző a szövegre, de egészen primer szinten, talán azért is ennyire erős a hatások. Van egy olyan jellemzője, nyilván még sok-sok most eszembe jutott egy, mielőtt megkérlek, hogy olvasd nekünk fel a szövegből, ezt még megkérdezem. Nem csak erre a könyvére Krisztiánnak, hanem a korábbi prózája is, már a Pletyka novelláitól, jellemző egy nagyon erős ilyen népi katolicizmus, és ebben a szövegben tulajdonképpen egy ilyen regényszerkezeti funkciót is kap sok szempont miatt. És a kérdésem pedig az, hogy mi a viszonyod a katolicizmushoz, a vallásossághoz, ugye miközben egy afrauszti történet az már valahogy így hozza is magával, de talán így többről is van szó. Karácsonykor ér véget a történet, Tibor arra utal, hogy elősen jelzett ünnepen, tehát egy nagyon fontos szituációban ér véget a könyv. Én nagyon-nagyon erősen katolikus családban nevelkedtem, és nyilván a neveltetés hatása az lehet közvetlen. Én magam sem éreztem, hogy ennyire. Sajnos én nem tudtam megmaradni ebben a dologban, de az én generációm, az unokatestvéreim is nagy gyakorló hívők, a Szegváron születtem én, a Csongrád megyében, ahol nem messze ide. Nagynéném takarítja a templomot, a unokatestvérem a hitközség elnöke. Tehát nálunk még mindig ezt, tehát ha mondjuk bemutatkoztam, mert ugye a Pletyka Anyót már tudnak, de azelőtt, ha bemutatkoztam, akkor jó, akkor te katolikus fiú vagy, mondták. Tehát hogy ez annyira erősen. Apai nagybátyám szerzetes volt, az egész családban ilyen nagyon erős elvárás volt az, hogy ez mindig így legyen. Az 50-es években is, tehát a nagyszüleim azt mondták, hogy tehát jobban féltek Istentől, mint a pártól, hogyha nem járnak templomba, akkor baj lesz. És ez úgy bennem van, én azt szoktam mondani, hogy nekem a származásom a katolikus, és nem pedig a vallásom, és ez olyan mélyen benne van, hogy állandóan, tehát hogy minden szituációban, tudásban örökké ott van. Tehát nem lehet kiszűrni, nem tudok más tenni. A bűnösségben is ott van, a bűntudatban is ott van. Tudom, hogy nem így kellene, vagy nem úgy kellene, vagy másképp gondolom. És ez állandóan ott van, és nagyon cifra helyzetekbe kerülök. Mondjuk most volt húsvét, én még mindig járok locsókodni. Mert olyankor lehet az otthoni család olyan tagjával találkozni, akikkel egyébként mondjuk nem futok össze, ez még 3-4 hely, tehát nagynénémért. Ilyesmi, és hát ugye döbbenetes helyzetekbe kerül az ember. Nem, ugye a rokonság nagyon szétszólódva, legkülönböző társadalmi rétegekben él, és ezek, ahogy találkoznak, az nagyon-nagyon érdekes. Tehát volt egy helyzet legutóbb, most a húsvétkor, ment be az öcsém, az unokatesóméhoz, akik hogy is mondjam, szabadosabb körülmények között élnek. Föltűnnek tyúkok esetleg a lakásban, mondjuk talán elég, ha ennyit leírásképpen elmondok. És én láttam már előtte, hogy van ott valami, az, mint kiderült, beltéri ajtóból volt összetákolva egy olnak nevezett valami, tehát 4 beltéri ajtó, hogy össze volt támasztva, és mangolica pocák voltak benne, és a beltéri ajtók mögül egy liba csapat így előcsapott, valahogyan, és mikor 15 liba elkezdte rohamozni az öcsémet. Most ment az öcsém így ezeken a téglákon, amik ott a sárban
volt, aki léptelt, az öcsém kortárs balettáncos, úgy is öltözik, és úgy is néz ki. Na most ment öltönyben, ekkora napszemeg, most az a divat, ugye? Ekkora napszemeg, és lépdelt ezeken a hát szaros téglákon, és ahogy mentünk befelé, és egyszer csak 10 liba szemből. Nem tudom, láttak-e már ilyet, ez úgy néz ki, hogy nyújtott nyakkal jönnek, borzasztóan gágognak, kitátják a szárnyukat, és addig jön, ha nagy hiba elkezdeni futni, mert akkor ugye aztán azt a végtelenségig jönnek. Ha az ember szembe fut, vagy megijeszti őket, akkor leállnak. Most állt az öcsém ebbe a mit tudom, Zara öltönybe, mikor megszűnök, hátra nézett rám, és engem az a kép fogadott, hogy hátra nézett ebbe a búvár napszemüvegbe, ebbe az öltönybe így, és egyébként szemben meg rohantak a libák. És akkor az öcsém mutatta, mintha nem látnám, hogy jönnek a libák. Hogy ez van. Tehát, hogy látom-e, hogy ez van. Láttam, és akkor ugye ott bent is el kellett kezdeni beszélgetni. Mi van veletek? Hol laktok? És akkor hát még én valahogy, mert nekem most már van munkahelyem. Tehát ugye az mégiscsak, arról lehet beszélni. Tehát az létező cég, arról már mindenki hallott, az mégiscsak heti lap, azt már láttuk. Arról most már nekem van alibim. Na tehát az öcsém kortárs balettáncos. Nem létező faj. És akkor ott beszélgetünk, hogy hát bekerültem egy új darabba. Válasz, hogy mit tudom én. Fölvettek egy henteshez, mondja az unokatesom, és akkor ezeket így próbáljuk a csatornákat ugye összehangolni. Én őrültem, nagyon szerettem, tehát ezt borzasztóan imádom, és ezt még jó is bírom. Ellenben utána mondjuk ott vagyok a másik unokatestvéreméknél ebéden, és akkor két ima van az ebéd előtt, és akkor az elkezdődik, azzal én nem tudok mit kezdeni. Különösen azzal nem, hogy azt várják tőlem, hogy én mégiscsak egy érzékeny ember volnék, vagy mi fene. Ilyeneket írok, el nem olvassák, hála Istennek, mert ugye akkor nem mondanák, hogy az, hogy... De hogy mégis, hogy azért ugye gondolkodom sokat, tehát hogy az mégiscsak az úgy, akkor az úgy jó, mély, vagy valami, és akkor azt, hogy nem tudok én erre megfelelő alázattal, meg ami legfőbb elvárásom szemben, legfelelőbb ájtatossággal reagálni. És akkor én mindig mondom, hogy nem hiszitek el, hogy bennem ez mennyire mélyen bennem van, a gondolkodásomban, a fölfogásomban, mindenben, ahogy írok, ahogy gondolkodom, de nem tudok bűnbánó szemmel a pálinka fölé hajolva azt várni, hogy vége legyen az imának, és mikor ihatom már meg végre. Nekem ez nem, tehát semmilyen módon, ez egy olyan színház, amiben én nem tudok részt venni. És hogyha mondjuk kérdések, mert hát miközben ennek a könyvnek is, meg az Isten hozottban is meg lehetett figyelni a szereplők, bármikor morális kérdésekről beszélnek, hogy akkor azt teológia. Tehát az teljesen egyértelműen így átjön egy keresztény embernek a látásmódja, az a narrátornak a szövegeim így lehet látni. De ezek szerint a formájában meg valahogy így megszakadt a kapcsolat, arra kérnének akkor, hogy izegyzőbb volt. Nem akarom megint az elejét felolvasni, mert tudom, hogy vannak itt, látom, hogy vannak itt, akik már hallották, és az olyan lenne, mintha nem lenne benne más részletek, és ez megmutatható. Úgyhogy viszont, hát nyilván a 94. oldalon egy részlet, tehát ugye mindenféle szereplők jönnek benne majd, de remélem így is élvezhető vagy értékelhető lesz. Ő utólag nem találta ilyen fontosnak a hétvégi bejelentését a találkáról. A drogos randevúról az ördöggel. Egy halucináció volt, mint összegondolta, nem kell túlértékelni. Itt a sörét és üres fejjel figyelte a forgalmat. Lajos bácsi is az utat nézte. Egy rozogó teherautó kanyarodott ki, régóta a kereszteződésben állt, a délutáni csúcsforgalomban képtelen volt kifordulni a dobozi útról, mindenkinek elsőbsége volt vele szemben, és ezen a tájon nem szokás megkegyelmezni szorult helyzetben lévő embertársunknak. A sofőr megelégelte a várakozást, a feltorlódott sorból is sürgették, már türelmetlenül dudáltak mögül le. Rettentő dörgéssel megindult, fordulni kezdett az Ilmárkájú szovjet teherautó, platóján recsegett a magas rozsdás kertvecház. Előbb a város felé tartó sávokban csikorogtak az autó fékei, aztán szemben is. Lajos bácsi és Jocó feszülten figyelte a terkocsit, mintha csak csodát ígérne, és nem a sártól és szartól szürke libák gálognának apró putricáiban. Jocó csodálatosnak találta, ahogy ropogba bevette a kanyart, hogy ez a vén motor egyáltalán még működik.
A kanyar ívében az üvegház kocsma elé érve a jármű egy pillanatra elcsöndesedett, csak amíg a sofőr áttette a váltót egyik sebességből a másikba, de éppen ez alatt a kis szünet alatt, még a fáradt gép lekushat kicsit, a centrifugális erő hatására kinyílt az egyik ketrec ajtaja. Erős, sűrű csönd lett. A kanyar lendülete a legfelső szintről kiröpített egy libát. A madár nagyot nyekkent az aszfalton, azt lehetett gondolni, hogy nyakát törte, de némi tétovázás után felkelt. Hosszú nyakú daliás példány volt, koszos fehér tollakkal. A teherautó előtt lefékezett a kocsisor, nem indultak el, a sofőrök vártak, mi lesz, mutogattak az autóból, arra szolgattak a liba után, a járdán is megálltak a járókelők, az anyukák gyermekeik fejét forgatták, oda néz, halott a jocó a sarokról is, a belső sávon egy kacsa vagy mi. Madár. A lúd nem akart letérni, úgy látszott a belső sávban akarja elhagyni a várost. Lajos bácsi felpattant, és miközben kirohant az utcára, Jocóra parancsolt, gyere! Nevetve utánozta a libát, követte, ment a Gyulai út járdáján, földhöz csapkodta a lábát, mintha az úszóhártya is vattyognának az aszfalton, szédelgett, és a könyökét felhúzva képzeletbeli szárnyát igazgatta, a madár közben a szárnyát kitárva harcba szállt a Gyula felől érkező kamionokkal, azok szintén csikorokba fékeztek le. Lajos bácsi széttárta a karját, a járdán szembe jövőket ijeszgette, akik ugyan nem fékeztek, de ő lett a járda ura. Ahogy a liba az úté. Szalma Lajos szívből nevetett. Libák lettünk, fiam, Istenem, milyen vakmerő libák. Gyere, gálkodj te is. Aztán hozzátette, ha ennek a sétának vége lesz, akkor végre el tudja mondani, amihez napok óta válogatja a szavakat, de most hadd pörögjön a ritmus. Az élet már háromnegyedre váltott, és mindjárt szét is esik, pörgős 9-8-at következik, kiúrik a szívük, akkor pedig tudni lehet, hogy a halál következik. Jocó meglepődött, miféle halál. És már meg is kérdezte volna, amikor szemből egy fekete Mercedes átgázolt a libán. Tovább hajtott, mintha egy nyolcaskó szágulott volna keresztül. Tóleső hullott, kavarodott fel a húzatban, akárha őszi orkán kapta volna fel a leveleket. Lajos bácsi elhasalt a járdán, az ég felé nézett, de azt állította, ő így is látja, hogy mi történik az úton. A tolleső szerinte fehérre festette a tollvárosi határt, havazott, a Cvakkék középiskoláját beborította a tollhavazás, és a tajgai rémület díszletében vágtatott vonult tovább a fej nélküli lovas, pontosabban a fej nélküli liba. A vér még keringett a testében, minden dobbanással kevesebb, és a lehullott fejben megszületett a szándék, az utolsó akarattaktusa még odaért az izmokhoz, még egy fél dallamnyi kívánság felcsendült, majd a magára hagyott test átvette a hatalmat, és a földizített tajgai télben, akár valami szimpati tablón, azok vonultak el az úton, akiknek így fogyott el a testéből az élet. Igen, Szalma Lajos látta őket. Egy kantakék Simpson segédmotoron, a szemben lévő sávban maga Zosima váltott sebességet. Igen, ő az a Karamazov testvérek csalódást okozó mestere, aki halálával olyan cifra kiábrándulást keltett a hajósában, a mellette haladó sárga vardútban az a névtelen idegen ült, akit Marszó lőtt le, mert erősen tűzött a nap. Illetve nem is azért, hanem mert csak. Ezt most hosszú volna elmondani. És a feloldódó vércseppek már nem a liba szívéből pumpáltak kifelé, hanem annak az angol katonának a szívéből, akit Abraham Bogatír lányának udvarolt, de az is lehet, hogy Held Henriet ifjú szíve adta, aki nem tudott visszaszakni a Katalin utca kertjein át, és hátba lőtték a nyilas katonák. Egy szóval itt vonult fel most minden ritmusát vesztett halál, mind ahol a taktusokból zavarodott kopácsolás lett. A városból érkező Audi A4-esben Anna Karenina ült, testét a szűk ruha prése tartott egyben, az öreg Szimbád pedig a túloldali járdán tolta a biciklit, Krúdi doktort hibáztatta a hosszúra és megalázóra nyúló haláláért, hogy a kínok kínja jár az elfekvőben, a leszíjazás, a biztos jelek, a végbél galát nyílásán asszony kiszivárgó vér. A nővérszáró panelján a garázsboltjából kijött az árus néni, a patyatos lány is kiállt cigizni, hogy lássa, miért fekszik ott az az ember. A szomszédos művégtak üzemből kihoztak egy műanyag mankót, hogyha szükség lenne rá, de Lajos bácsi elzavart mindenkit, és azt mondta Jocónak, ha mi tényleg hasonlatosak lennénk Istenhez, akkor ki tudnánk hányni a szívünket. De mivel a teremtő megtagadta tőlünk, nehezen összetákolt teremtményeitől a szabad akaratot, azt, hogyha úgy tartja kedvünk, szarjunk a fejére, ezért egészen másokból kell szarnunk a fejére. Lajos bácsi felkelt, és a rémült zöldségestől 4 üveg sört vételezett, pedig a korábban vásárolt kicsapott nedű még ott várakozott az üvegház kocsma teraszán. Szalma Lajos úgy vélte, oda most nem mehetnek vissza. A sörök mellé divatja múlt, műanyag hálóból font szartyot követelt,
de csak egy nylon táskát kapott. Már azzal is lehet utazni, és Lajos bácsi azt ígérte, most világot fognak látni, előbb csak kerékpáron, kicsi szűkösen és veszélyesen, de aztán valódi korzózás következik. Jocó felült hátra, a bicikli keserű nyöszörgéssel nyugtázta meg sokasodott súlyt, lassan, nyikorogva, kacsázva haladtak végig a Gyulai úton, a járda keskeny koridorja döcögős volt és veszélyes, a munkácsi emlékház kúriája előtt majdnem elhasaltak a macskaköveken, de aztán a szalmala is elkapta a fonalat és tekert. A múzeum oszlopsor előtt már úgy hasítottak el, akár élveznék az utat. Beértek a főtét lombaluljárójába, a katolikus templom vörös tégláitól a polgármesteri hivatal erkélyéig, az egész teret beborította a lomb, a zöld folyosó enyhéből aztán kikanyarodtak a sétáló utcára, ahol a koszka kövek között mederben tartott patak kígyózik, és Lajos bácsi kis hián elgázolt egy virágáros nét a százas ABC előtt, felborult az őszi csokrokkal tömött vödör, az asszony jajbeszékelését még a borozónál is hallani lehetett. Cakajpéknél az utcára ért a sor, a friss vajas kifli illatát a korzótérig őrizte az óruk, és a Platános utca végén éppen zöldet kaptak, és Lajos bácsi vágtába fogott, elszágúdottak a Gobler és Cérna boltja mellett. A színészházba a helyi csepirágók vonultak be éppen, felszegett fejjel és kopottasan, és ekkor szemben az út végén már föltűnt a vasútállomás rozogó épülete, melyet az akkor mellett monarchia idején húztak föl, és jó, ha 200 ember akadt az egész megyében, aki fel tudta idézni, milyen ábrázata volt fénykorában. Mert az első világháború után vödör maltert nem kentek rá. Az omladozó romhalmaz utoljára negyedik Károly osztrák császár és magyar romhalmazra utoljára negyedik Károly osztrák császárnak volt gondja, azóta minden harmatos jobbító szándék elkerüli. Az állomás büszke épületéről már Lajos bácsi már mesélt Jocónak, és elmondta neki, hogy a vasúti gyaloghídon fogják kifigyelni, hogy zajlik az ország utolsó nagy pályaudvarán a hétköznapi kavalkád. Jocónak tévészonya volt a gyaloghídon, és nem értette, hogyan fognak világot járni itt. De Lajos bácsi mesélt, és Jocó már tudta, hogy a valóságos utazás az ő valóságában csak áldogálás lesz a tótvárosi vasúti felüljárón, olyan, mint a nevű Keltváros és a Kazinci lakótelep között félúton, a levegőben. Lajos bácsi megvárta, hogy elmenjen a húgyos oldalú minden ízében moskos Dacia Express, ám ezért tisztább, mint a hazai bicinálisok vagy zónázók, könnyes szemmel nézett a dohogó vagonok után, és akkor belekezdett, hogy a szív mindig utazik, akkor is, ha a láb és a fej marad, és a szív folyton új világra vágyik, télen azért, mert fukar, ne kelljen otthon fűteni, nyáron meg ott van a legfontosabb létező ok, miszerint akkor szép a táj, ha fut. Lajos bácsi szerint persze a telek éppen olyan izgalmasak a szívnek, olyankor fűtnek a kupéban, és az utast hamar elnyomja az álom, a szív pedig végre felszabadul, nem gátolja a tudat, mert a szív nagyon is tudja, hogyan lehet bealudni és megálmodni Magyarországot. Szalmajos ekkor azt mondta, hogy a világon a legszebb dolog megálmodni Magyarországot, ő Hajdúszoboszlótól Debreceig savanyú almákkal szokott álmodni, a hajdúságban sárga almácskák gurulnak a szárkás faládákból kifelé, és van más, a Hortobágyon sohasem mély az álom, de mindig illatos. Gyoma és mezőtúr között Isten ilyen lehet szúnyogálni, ha ott álmodik, női öleket lát, mezőtúrnál bele is túrhatja a fejét, ha nem kiabál nagyon tolakodóan a vasúti szignál, és ha még az állomáson várakozva is szabadon tudja hagyni a szívét, akkor az is megtörténik. A kupé és a vagon erotikus zóna, a finom rezgő, mocorgó, műbörülés, a leghidegebb asszonyt is felvidizgálja, és mivel pironkodva kiindulnak azzal a finom, de nem tudatos elhatározással, hogy néhány eltéves simítással könnyítenik magukon, akkor kell a gálás férfinak felajánlani szolgálatait, és segíteni kioldani a feszülték görcsös csomóját. No, de ez már nem a szívügye. Jocó ellenkezett, mert miféle megálmodás ez, hogy Lajos bácsi mezőtúrnál mindig parázna. A vasúti vonalaknak semmi köze a tudatalattihoz. Ezen mondaton Szalmala is elgondolkodott, Jocónak ezek szerint még mindig zárva van minden harmadik szeme. Ettől a felismeréstől szomorú lett, de nem sokáig, már folytatta is, hogy Szolnok és Ceglét között az első szerelmét szokta látni, de mai formájában egy kövér háziasszony karasol a szőlőben, és akkora fara, mint egy hektós hordó, ezért Ceglét felé nem is szeret utazni, látott ő ilyeseket eleget, nem akar lázámokat magának. Szalmalos alföldkutató és vasút történész viccelődött magában Jocót, de közben a nagybátyja már arról mesélt, hogy Szeged és Kistelek között a híres szatmazi kakasviladarról álmodik a szív. Miskolc Tiszai pályaudvaron pedig mindig arra ébred, hogy valami híres embert szólongatnak a hangos bemondóban, és nem is véletlen, mert ott ér véget a hazaálmodás. Annál éjszakabbra már kassai polgárokat meg történelmet, nagy Magyarországot lehet álmodni, de azzal megvigyázni kell, mert oda fej kell, nem szív. Akkor itt befejezem.
Köszönjük szépen. Legyen is akkor ez a vége, még egy levezető kérdésem maradt. Azt tudom, hogy néhány nappal ezelőtt egy gyerek, akkor beszélgettél erről a könyvről, holnap lesz a budapesti nagy bemutató Lépei Balázssal. Hogy bírod ezt a zsúfolt nyilvánosságot, ezt hogy viseled? Nyilván sokszor tolakodó is, meg... Hát azért ne rabosod túl, azért nem. Tehát, hogy az történt, hogy volt eddig erről a könyvről egyszer beszéltem még korábban, most van az első igazi bemutatója, és akkor lesz még holnap este. Tehát, hogy még egyszer-kétszer elmegyek erre arra, de igazából nem, azért ez nem úgy, munka mellett nagyon nehéz. Tehát ugye egy heti lap esetében minden héten lapzárta van, és ezt minden harmadik számot én csinálok, tehát ezt nagyon-nagyon nehéz kordában tartani. Nehéz. Hát akkor nem vettél ki szabadságot, és most a hetekig utazol az országban, hanem végzel ugye a munkát. Hát nem is lehet. Tehát ugye úgy van, leginkább a pedagógus munkához hasonlít, csak ez egész éve van, hogy hogy nem, tehát hogyha te zárod a lapot, akkor nincs örök szabadság. Tehát hogy ezt nem lehet megcsinálni, vagy nem. Elvileg meg lehet végül is, ha nem tudsz fölkenni, akkor meg lehet. De egyébként nincs az az indok, amivel nem lehet bemenni. Vagy szóval nem, tehát ma is dolgoztam, és azért utolsó pillanatban tudtam jönni. Tehát, hogy ugye így mindennek ára van. Tehát, hogy hogy mondjuk olyan helyen dolgozhatom, ahol mondjuk az írásaim eljutnak szélesebb olvasó réteghez, azért mondjuk cserébe hirdetéseket rakosgatok a B4-re. Tehát, hogy azt mondjuk, az is egy helyzet. Tehát, hogy ugye azzal is valamit kezdeni kell. Tehát azért inkább így van. Másfelől meg ugye nyilván van bennem egy ilyen nagyon erős és még mindig tartó nagy vágya arra, hogy valamilyen módon aklimatizálódjak abban a városban, és ez nagyon-nagyon nehéz. Összejárunk csabai barátokkal, akik szintén úgy alakult az életük, hogy ott vannak, és a Gera Gabi barátom, aki a Megyő Közösnek volt a zeneszerzője, Csavai Právon zenekarnak a muzsikusa. Ő azzal biztat, hogy két évvel előbb ne is reménykedjek semmibe. Ezt örömmel hallom, hát még akkor van egy rossz fél évem, de mindenesetre próbálom, és valamilyen technikákat ki tudok dolgozni, de elég nehéz. Tehát ugye azért ezt elég nehezen tudom egybetartani. Itt hagyd tegyek egy zárójelet, hagyd csak egyem el. A Megyőgőzős című, egyébként vitatható minőségű és színvonalú film, most, és ez nagyon fontos, hogy a zenéje, a madridi filmfesztiválon megnyerte a filmzenék fődíját, úgyhogy Gera Gábort Európa szerte díjazták, mi csabaiak legyünk rá büszkék, madridi fődíjtők felé. Zárójelben mondom, nagyon szerintem büszkék lehetünk, most jön ki a Právónak majd az új CD-je is. Szerintem ez nagyon jó, hogy sok ilyen csabai származású fiatal ilyen jó dolgokat mond. A másik meg... hogy így próbálom keresni, és ezeket a régi történeteket valamilyen módon megtalálni, és van két ilyen nagyon kedves történettel, ami segít. A másik nagyapám, az anyai nagyapám 20 évig Budapesten élt, mint nagyon sokan ebben az országban, a háború után építette a fővárost. Nagyon sokan éltek úgy ebben az országban, hogy hétfőn hajnalban elmentek a hajnalival, pénteken megérkeztek éjszaka, és csak hétvégén találkoztak a családjukkal, és közben a várost építették, vagy azt a várost építették újjá. És mikor először volt borzasztó ott, akkor próbáltam erre gondolni, hogy ő miket mesélt. És sajnos ugye tékozló kamaszként elherdáltam ezeket a történeteket, tehát annyiszor elmesélte, hogy én nem figyeltem oda rá. Először is, hogy folyton 56-ról mesélt, az meg egy kamasznak borzasztóan unalmas, meg hát mi az, meg különben is kitérnek el. Úgyhogy abból is nagyon sok történetet elherdáltam. De hogy a város és a városhoz való viszony, ami a szűk helyeknek a viszonya lehetne, azt milyen jó lehetne ilyen régi történeteken, különösen olyan történeten keresztül, aki szintén ugyanezekkel a gyökerekkel rendelkezik, mint én. És ebből az egyik, amit nagyon szeretek, az az 50-es években játszódik a nagyapámat a munkásszállón éjszaka fölébresztik. És ez tényleg így történt, fölébresztik. Kilökik egy fekete bolgába, hát ezt tudjuk jót nem jelent. Ez egy viszonylag ismert és megénekelt szituáció, de a nagyapám szerint az igen nagy erőfeszítésébe került. Most a szószoros értelmében, hogy ott a visszatartsa azt, hogy ő ne. Tehát, hogy annyira félt, hogy azt nem lehet elhinni. Kivitték a hősök terére, és a jugoszláv nagykövetség előtt ott talált paravánokat és építő elemeket, és egyedül fel kellett építeni egész éjszaka egy paravánt, ami eltakarta a láncos kutyává lett áruló jugoszláv elvtársak elől a szép kilátást a hősök terére.
Nagyapám szegény egész éjszaka építette a paravánt egy maga. Ez egyébként egy ismert történet, ez a titó történet, ez tényleg, ez megtörtént. Tehát, hogy úgy nyilván a koncepciós perek idején, ráadásul ez ugye nagyapám szegény fölépítette, néhány órát aludt, és akkor rájött, hogy ez mekkora marhaság, másik elvtársak szóltak, nagyapámat felébresztették, és délután visszavitték, és nagyapám éjszakáig bontotta egy maga a paravánt. Ugye minél kevesebb ember látja ezt az egész marhaságot, ugye annálam. És azóta megszoktam ott állni, és nézegettem, hogy vajon hova építette az öreg a paravánt. Hogy történt. És az egésznek lesz egy pici intimitása, ugye. Óriási forgalom, tele van turistákkal, semmi köze van az a városhoz. Ellenben az én nagyapám itt épített egy paravánt. És ez valahogy is ráadásul milyen helyzetben, és hogyan, és mi történt. És ezzel, ugye ez egy nagyon kis fura történet, de nagyon mélyen az én családomhoz van. És amit a legjobban sajnálok, hogy azt nem figyeltem oda rendesen, építették ugye a várost, és épültek ezek a házgyári lakások. És nagyapám fel volt ebben a daruba, és a daru kezelő egyszer csak azt mondta, hogy én most pedig megebédelek, mondta. Most ezeket az elemeket a másik gép az rakta oda. Tehát ez nem lehetett, hogy azok ott szaporodnak és majd leborulnak. És mondta, de hát én azt sem tudom, hogy ezek itt hogy működnek. Nem, hogy mi. És mindig ült az asztalnál, minden évben csinált bort, borzasztó bor volt, szinte ihatatlan. Kis kávés pohárból ittuk, mint az ecet olyan savanyú volt, és nézett maga elé, és azt mondta, vajon azóta a házban laknak? Abban a lakásban. Hát én azt sem tudtam, hova kell tenni. És akkor ugye ő berakta a panelokat oda, ahova gondolta. És akkor vajon hogyan nyílnak egymásból a szobák, beletezeti? És nem kérdeztem meg, hogy hol van ez a ház. Hát mekkora kaland lenne fölmenni becsülni és megkérdezni, van konnektor? Tessék, ott van, ahol kell? Vagy úgy ez a lakás más milyen? Tehát, hogy, és miért, ugye nyilván kitartó elemzés kellene, de úgy lehetne, hogy ezeket. És az, nekem azóta is ez a mániám, és az Istenhoz a kapcsán is erről beszéltem, de talán nekem ez a családi történetekre nagyon figyelni kell. És ilyenkor mondjuk egy új élethelyzetbe kerülünk, akkor sose lehet tudni, hogy még jutnak eszünkbe és mi működnek. Úgyhogy inkább ezeket kergetem meg, ezek mentén próbálom magam próbálok valamit kezdeni. Ez jó zárszónak is, hogy a Pletykany egy faluban, a Sárszegen játszódott. Az Isten hozott Feketevárosban, meg egy Tótvárosban a tánciskola, és ahogy látom már egy még nagyobb városnak az urbánus legendáit vizsgálom, de ezt talán a következő kötetről is esetleg sejtethet valamit, vagy ez még nem körülhozódik. Bevallom őszintén, meg nem. Még nem is kell. Nem tudok, egyetlen dolgot tudok, hogy ahogy érzek, vagy látom, hogy egyetlen esély van, hogyha mondjuk a Pesten, mint témával akarnék foglalkozni. Korábban volt egy zseni, akit Krúdinak hívtak, aki képes volt nyíregyházi gyerekként fölmenni, és néhány év múlva már a régi Budapestről építeni a mítoszt. Úgy, mintha fogalma lett volna arról, hogy abban a városban mi van. Tehát, hogy ő minden hajnalban szarvas gombát hány francia pesgőre lehet egy vállalat, de mindennek ára van. Hát éppen ez nem olyan rossz kihívás, de nem hiszem, nem, azért azt nem. Mindenesetre nem tudom, hogy mit. Ami nekem most legizgalmasabb és legfontosabb problémának tűnik, az a generációk eltávolodása és egy valami egészen különös helyzet, ami így lokálisan működik. Most arra gondolok, hogyha mondjuk akár a csapai ismerőségre gondolok, a gyerekeik jó része nagyon sokan Budapesten élnek. És akkor elkezdődik egy különös helyzet. Még a gyerekkel még rendben van, de annak a gyereke már abban a városban születik, és lesz olyan, amilyen. Annak a városnak a habitusával, ritmusával, akármiével. Eljön az a család haza. A szülőknek még haza, a gyereknek már nem haza. És akkor elkezdődnek ezek az ünnepekben, amit egy szinten mondjuk már felvázoltam talán a húsvét kapcsán. Hogy ez mondjuk hogyan működhet akár egy eltávolodott gyerek kapcsán. És ez nagyon-nagyon érdekes helyzeteket hoz és működtet. Most a nyugat ugye csapon is folyik, hogy száz éves nyugat. És akkor elolvastam az első számot, és az első számban Söfrin Aradának van egy esszé, aki arról ír, hogy nagyon aktuális probléma, hogy a gyerekek elkerülnek városba, és hogy mi történik. De gyakorlatilag azt írja le, ami most történik, mert hát ebben a városban, hogyha megnézzük augusztus elejétől a hirdetési újságokat, budapesti albérleteket hirdetnek benne. Meg a csapai tévé újságban láttam, mert tudják, hogy a Csabáról a gyerekek oda járnak egyetemre. Tehát, hogy ugye ez egy borzasztó különös és borzasztó tragikus helyzet, és akkor közben az itteni hagyományok hogyan öröklődnek át, ha átöröklődnek, akkor milyen felületeken találkoznak, és ez számomra egy nagyon izgalmas téma.
ez a bizonyos urbanizáció, ebben elveszni, visszajönni, hazajönni, ezek az emberek kettős lényükkel hogyan működnek. Hát én hogyan mondom el majd az én gyerekemnek, ha lesz egyszer? Hogy én miből vagyok, hogy hát úgy fogja elhinni, hogy 22 éves koromig én minden hétvégét az üvegházba töltöttem. Hát nem fogja elhinni, hogy alig vártam, hogy visszamegyek az egyetemre. Meg ide visszajönök a főiskolára. Mert itt legalább pihenhettem. Hát ugye hát ez a, vagy, ez nem, hát, hát hogy mondjam el, vagy mit mondjak, tehát hogy hogyan mondjam, hogy, a, hogy, a, hogy ezeket, tehát nem fogja azokat a kulisszákat érteni, hinni, semmit nem fog tudni én belőlem, ami én vagyok. Vagy pedig azt fogja gondolni, hogy dehogy, hát ez csak magyaráz az a hülye öreg, de hogy ő ez már, hát ez az, ez a táncolás itt ez. Megfigyelhető, hogy a tradíciókra épülő identitások egy felbomlódnak, és akkor ami meg más van, helyette, az az tulajdonképpen ugyanolyan érdekes, de valahogy mégis csatlakozzál meg, nem, nem, nem ad egy tartást az ember. Hát nagyon másmilyen, tehát az is egy tradíció, csak az hogy lesz, hogy lenne a tiéd. Tehát hogy az is egy létező, a nagypolgári, meg a középpolgári tradíció, csak hát az abban sosem. Tehát abban aztán igen könnyen leparasztoznak engem. A néhány üvegbor után. És ezek már urbán, tehát a falu mitológia újraírások, tehát most látszik, hogy már urbánus témák. Világos, ez, csak ez mondjuk nagyon érdekes nekem, hogyha mondjuk nincs ott az Ávoda Pali, és akkor mondjuk ugye az úgy van, hogy szerintem mindenütt, hogyha van három író, akkor a negyediket szígyák, ha megérkezik a negyedik, akkor az ötödiket. És akkor ez ugye remekül működik. És akkor azt hallom, hogy, hogy ez a paraszt gyerek így, meg úgy. Az Ávoda Palira. Hát az mondjuk meglep. Hol mi szerkesztője? Hát az azért úgy fura nekem. Akkor úgy elgondolkodom, hogy ha én elmegyek, akkor hú, hát ott megyek. Számodan mégis egy komoly helyről jön, hát ahhoz képest Szegvár. Tehát a súlyhoz. Már hát, hogy ott ugye nem. Tehát ez is nagyon érdekes nekem, hogy, hogy ez a felszíni olvasás, hogy ez hogyan működik, hogy ugyanaz hogy azt mondják nekem a kritikákban, azt mondom, hogy ez ugyanaz, mint amit korábban írtam. Hogy az egyik egy kis falu, a másik meg egy 70-es középváros értelmiséggel, és azt mondja, ugyanaz. Hát honnan néz a ugyanaz? Hát ez nem ugyanaz. Na mindegy, szóval így működik. Köszönöm szépen, egy kicsit hosszú menet. Köszönöm szépen, hogy a veszünk oda. Önöknek köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Színészek, színészek.